Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kivégezte a kutyáját, nyakon szúrta a német juhászát egy férfi nagymányokon. Tovább javítanák a közbiztonságot Szekszárdon, ülésezett a városi közgyűlés. Vastagbélrák, életet menthet a szűrés Tolna megyében is. Pályázat kis cégeknek, több millió forintnyi támogatást lehet nyerni digitális fejlesztésekre. A Tolna Táj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Brutális kegyetlenséggel végezte ki a saját kutyáját egy férfi nagymányokon, a háza udvarán nyakon szúrta az állatot, majd, mintha mi sem történt volna, visszament az épületbe, a vértől tocsogó betont az egyik szomszéd vette észre, azonnal értesítette a helyi állatorvost és egy állatvédőt, akik a helyszínre siettek, majd Bonyhádra és Dunaföldvárra vitték a német juhászt állatorvoshoz, ahol el is látták a sebet. A kutya viszont néhány óra múlva elpusztult. A férfit tettén a szomszédok nem lepődtek meg, többen azt mondták, egy erőszakos ember, aki a saját anyját is rendszeresen verte. Óriási alvatvértócsa a Nagymányoki Kossuth Lajos utca aszfaltján, ide menekült a nyakon szúrt német juhász, az állatot a saját 60 év körüli gazdája támadta meg, hogy miért nem lehet tudni. Vércseppek jelzik több száz méter hosszan, hogy merre próbált menekülni, a szomszédok szerint mindig nyugodt és barátságos kutya. Szinte az összes szomszéd látta a német juhász haláltusáját. Itt voltak a rendőrök, tehát itt csináltak felvételeket, és hogy a fiatalember állítólag megszúrta a kutyáját. A férfit jól ismerik a környéken, az egyik közelben lakó idős szomszéd azt mondja, a támadó rendszeresen verte a saját anyját is, ez többször az utcán is lehetett hallani. Az anyját is verte. Azt tudom biztosan, mert nem egyszer hallottam a lármát kint, amikor ott mentem föl, mert hát itt lakik mindjárt a közepén valahol, az utca közepén lakik. A szomszéd, aki észrevette a vértől tocsogó betont, nem mert kamera elé állni. Félt attól, hogy őt is megkéseli a támadó. Rendőröket, állatorvost és állatvédőt hívott a helyszínre, miután látta a rengeteg vért. Ilyen állapotban volt a német juhász, mire az állatvédő odaért. A képet eltorzítottuk, de még így is kivehető a kutya vértől vöröslő bundája. Az orvos érszorító csipesszel próbálta enyhíteni a vérzését. Minden csupa vér volt, az érfogok ott voltak a nyakán, tehát mellett az állatorvos, meg a rendőrök, a kedves gazda meg ott csücsült a földön. Az életveszélyesen sérült és rengeteg vért vesztő német juhásszal előbb Bonyhádra siettek állatorvoshoz, ahol összevarták a sebet, majd Dunaföldváron infúziót és antibiotikumot kapott, de már ez sem segített. Este valamikor akkor szólt a doki, hogy sajnos meghalt a kutya, mert valami... Tehát ő azt mondta, hogy nem csak az volt a baj, hogy nagyon kivérzett, hanem azt, hogy valami központi ideget is nagy valószínűséggel elvágott. A saját kutyáját meggyilkoló férfi ügyében úgy tudjuk már a rendőrség is nyomoz. Elfogták a rendőrök azt a háromtagú bűnbandát, akik még áprilisban törtek be egy paksi férfihoz úgy, hogy kiégették a ház műanyag ajtaját. A betörők számítógépet, pendrive-ot, valamint az udvaron parkoló autóból szintén elektronikai eszközöket és készpénzt loptak el. Az eset után a környéken máshova is megpróbáltak hasonló módon betörni, emellett egy másik autót is feltörtek, ahonnan iratokat és pénzt loptak el. A rendőrök nyomozni kezdtek, így bukkantak egy budapesti bandára, akik az egész országban követtek el hasonló bűncselekményeket. A hatóság munkatársai egy országos akció keretében leltek a bűnözők nyomozni. Egy 22 éves budapesti nőt és egy 28 éves gyáli férfit előzetes letartóztatásba is helyezett a Szekszárdi járásbíróság. Harmadik társuk ellen ugyanakkor több elfogadó parancs is érvényben volt, így őt kihallgatása után azonnal börtönbe csukták. Május 31-éig közös tervet dolgoz ki a rendőrség és a szekszárdi önkormányzat, hogy miként lehet tovább javítani a közbiztonságot a megyeszékhely egyes részein. A közgyűlés a rendőrkapitányság 2018-as beszámolóját elfogadta. Ez szerint a kiemelt bűncselekmények száma nem emelkedett Szekszárdon és környékén.
A garázdaság és rongálások száma emelkedett tavaly a szekszárdi rendőrkapitányság működési területén, de a kiemelt bűncselekmények száma nem. Egyetlen rablás történt, a korábbi 74 betörés pedig 33-ra apadt. Ilyen alacsony 10 éve nem volt, Pilisi Gábor rendőrkapitány beszámolója szerint. A közterületi jelenlétben is tartották a korábbi 150 ezer órát, és a közlekedési balesetek által mutatott összkép sem rosszabb a korábbi évekénél. A városlakók biztonságérzete tehát nem kell, hogy romoljon, pár területen mégis a rendőrség segítségét kérték a képviselők. Az elmúlt hetekben végigjártam az összes szexuális középiskolát, és a gyerekek részéről, mint probléma fogalmazódott meg az, hogy a vasútállomás környéke, buszmegálló környéke, Platánsor, vagy éppen a Bérgolag Ádám utcánál lévő éjjel-nappali kiszolgáló környékén azért folyamatosan érik őket atrocitások. Május 31-ig kidolgozzák, hogy lehetne több rendőrt irányítani ezekre a területekre. A közgyűlés azt is elfogadta, hogy 73 millió forint értékű pótmunkát kell végezni az épülő uszoda területén. Ez azt is jelenti, hogy a kivitelezés határideje november 20-ára módosul. Ez pár hét, hónap csúszást meg kell, hogy éljen, hiszen nagyon fontos lesz az, hogy amikor már túl leszünk a beruházáson, akkor az a több 10 millió forint, amit évente egy uszoda termel egy városnak veszteséget, az nem mindegy, mondjuk kisebb vagy nagyobb számot fog jelenteni. Egyébként nekünk ez körülbelül éves szinte 80 millió forintos veszteséget jelent a városnak. Szintén a fiatalokat érinti, hogy a megszűnt extrém sportpálya helyett újat építene a város. Ehhez beadnak egy pályázatot is, amitől a bekerülési összeg felét remélik, mintegy 17 millió forintot. Hogy hol legyen a helye, azt a következő hetekben keresik majd, de mindenképpen meg akarják hallgatni az érintettek véleményét is. A vastagbélrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés Európában. A daganat vagy annak az előszobáját jelentő polip időben történő felfedezése életet menthet. Éppen ezért ajánlják a szakorvosok, hogy az 50 év felettiek vegyenek részt kolonoszkópiás szűrővizsgálaton, amit áprilisban Magyarországon egy programon belül végeznek el, megközelítőleg 300 ezer emberen. Tolna megyében a Balassa János kórházban van erre lehetőség. Az orvosok azt mondják, majdnem minden szűrésen megjelentnél találtak el változást. Ezen a felvételen éppen egy vastagbélrákot lehet látni. A rák ezen típusa a második leggyakoribb daganatos megbetegedés Európában és Magyarországon is. Hazánkban is világszerte egyaránt nő a betegek száma. A daganat vagy annak az előszobáját jelentő polip időben történő felfedezése életet menthet. Magyarázza a Tolna megyei Balassa János Kórház klinikai onkológiai osztályát vezető főorvos. Minél korábban, annál jobb esélyei vannak a betegnek, vagy páciens, mert ezek végül is a szűrés. Ez nem beteget szűrünk, nem panaszos beteget, hanem egészséges populációt, és azoknél amennyiben műtétel szükséges, tehát kiegészítő terápia szükséges, akkor a teljes gyógyulás az elérhető. Minden 50 év feletti embernek javasolt a szűrővizsgálat, mondja a szakorvos. Egy tavaly november óta futó országos projektben minden 50 és 70 év közötti embert felszólítanak levélben, hogy adjon le székletmintát a házi orvosának. Akinek a székletében vért találnak, annál elvégzik a vastagbél tükrözést. Erre a Balassa János kórházban kerítenek sort. Eddig 17 embert vizsgáltak meg, és egy páciens kivételével mindenkinél találtak elváltozást, mondja a szűrést végző Kovalcsik Zsolt. Tünetmentes emberekről van szó, akiket csak az életkoruk miatt szólít meg ez a vizsgálat. Ugyanis ebben az életkorban már olyan rizikóval fordulhat elő a vastagbél daganat, még tünetmentesen, amit már érdemes keresni, mert fogunk találni. És hogyha korai stádiumban kerül a betegség felismerésre, akkor egy igen korai stádiumban akár endoszkópos eltávolítással, tehát a vastagbél tükrözés során az eltávolított rosszindulatú polippal gyakorlatilag meg lehet gyógyítani a beteget. Az elmúlt években nőtt a vastagbélrákban elhunytak száma Tolna megyében a KSH elérhető adatai szerint. Míg 2012-ben 83-an haltak meg vastagbélrákban, addig 2016-ban 103-an, 2017-ben pedig 88-an. Az egész országban pedig 3269-en haltak bele ebbe a daganatos megbetegedésbe két évvel ezelőtt, míg 2012-ben 3279-en hunytak el.
A kormány 3200 milliárd forintot fordít 2024-ig közútfejlesztésre, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. A beruházásokkal szeretnék elérni, hogy Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen egy 4-sávos gyorsforgalmi út. A 3200 milliárd forintos forrás nagyobbik hányadát, mint egy 1800 milliárd forintot a hazai költségvetésből biztosítják a fejlesztésekhez. További millióból bővülhet Csikóstöttős települése. A közösségi terek fejlesztéséről és a kistérségi térfigyelő rendszerek korszerűsítéséről tanácskoztak a társulási ülésen. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett az ülésen, aki a Magyar Falu program aktualitásairól beszélt a jelenlévőknek. A kaposmenti kistérség társulási ülésén gyűltek össze a térség polgármesterei Csikóstöttösön. Az ülésen Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett, aki a vidéki települések megújítását célzó Magyar Falu programról beszélt. Ez a program 2887 5000 lakos alatti falut érint, a kormány 150 milliárd forint forrást biztosít erre. Fontos lesz az, hogy a megpályázható dolgokat a települések úgy osszák el egymás között, hogy a forrásokból mindenki tudjon részesülni, és tényleg minden település csak azokra a forrásokra pályázzon, ami arra a településre szükséges. Az ülésen szó esett a települések kulturális fejlesztéséről is. A kormány a közösségi és kulturális terek infrastruktúrális fejlesztésére, valamint a kistérségi térfigyelő rendszerek megújítására, az eszközök cseréjére összesen 23 millió forintot biztosít. Erről már Csikóstöttős polgármestere Pintér Szilárd beszélt a társulási ülésen. Április 15-ét követően a közösségi terek fejlesztésére vonatkozó pályázattal tölt idejét ma azt gondolom minden szinten magyar település, hiszen ez egy olyan lehetőség az önkormányzatok részére, ahol építési beruházásra 15 millió forintot, eszközbeszerzésre 5 milliót, és humán erőforrás alkalmazására pedig 3 millió forintot tudnak költeni. A pénzösszeget különböző fejlesztésekre lehet felhasználni, például a települések korszerűsíthetik az előregedett épületeiket, valamint magasan képzett kulturális és közművelődési szakembereket tudnak alkalmazni. 6 éve nem drágultak annyira az agrártermékek, mint az év első két hónapjában, mintegy 8,1%-kal emelkedett az agrártermékek termelői ára, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok szerint az árak szárnyalását a növénytermesztési és kertészeti termékek 13%-os drágulása okozza. A zöldségfélék átlagosan 50%-kal kerültek többe, a vörös hagyma és a fejes káposzta ára több mint duplájára emelkedett, de szinte az összes zöldség ára jelentősen megugrott tavaly februárhoz képest. A gyümölcsök ára ugyanakkor 18,8%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest, az alma 22%-kal lett olcsóbb. Több millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni egy most kiírt pályázaton, szoftverekre, számítástechnikai megoldásokra, számítógépekre. A mikrovállalkozásoknak, KKV-knak nagy szükségük van a digitális fejlesztésekre, mert elenyésző részük tartja a lépést a technológiai változásokkal. Ezért a Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes tanácsadással, információkkal segíti a vállalkozásokat. A Vállalkozz digitálisan című rendezvényen is szó volt az aktuális pályázati lehetőségekről és pénzügyi forrásokról. Ez egy nagyon kedvező, 40%-os támogatással szereplő pályázat. 2 milliótól akár 40 millióig lehet pályázni erre az összegre. Béres János informatikai tanácsadó arról beszélt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakmai napon, hogy a cégek egy pályázatnak köszönhetően több millió forintot nyerhetnek szoftverekre, számítástechnikai megoldásokra, számítógépekre. Ilyenre évek óta nem volt példa, mondta az IKT tanácsadó. Tanácsadásra, informatikai fejlesztésekre pedig nagy szükségük van a vállalkozásoknak, mivel elenyésző részük tartja a lépést a technológiai változásokkal, tette hozzá Béres János. Ez bizonyítja az is, hogy egy felmérés szerint a cégek 45%-a nem rendelkezik weboldallal, és 55%-uk nincs jelen a közösségi médiában sem. Azt látom, így az átvilágítások folyamán,
hogy a kisebb cégek, akik ugye nem annyira tőkeerősek, és a napjaikat az veszi el, hogy tulajdonképpen túléljenek, ők nem nagyon fordítanak erre összeget. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke pedig azt emelte ki, hogy az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. Láthatóan csak is ilyen irányba megy az egész gazdaság, ilyen irányba megy az irányítás is, az állami gazgatás is, tehát a vállalkozóknak is váltaniuk kell. Nem könnyű, főleg az idősebb generációnak, fiatal generációnak egyszerűbb, csak hát azért látni kell, hogy ma még a döntően a közép és az idősebb generáció az, aki vállalkozik. Idén szeptember 10-éig lehet beadni a pályázatokat arra a projektre, amin a cégek akár 40%-os visszanemtérítendő támogatást nyerhetnek elképzeléseik megvalósításához. Európai szinten is jó minőségűnek számít a magyar ivóvíz, ez derült ki a Magyar Tudományos Akadémia egy friss kutatásából. Az elmúlt évtizedekben itthon elsősorban a vízbázisban megjelenő geológiai eredetű szennyezőanyagok, például az arzén okozott több településen is problémát, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően viszont 2019-re bő 400-ról 16-ra csökkent az érintett falvak és városok száma. Több helyen viszont a vízben lévő ólom ront a minőségen, ólomtartalmú vezetékekből oldódhat ki, ezek leginkább az 1945 előtt épült házakra jellemzőek. A tanulmány legfontosabb állítása, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége szempontjából Magyarország megfelel az európai átlagnak, a legtöbb vizsgálandó paraméter esetén 99-100% a megfelelőség. Nincs már versenyben magyar játékos az elődöntőkhöz, döntőkhöz közelítő budapesti asztali tenisz világbajnokságon, sem a nőknél, sem a férfiaknál. Ha megvonjuk a mérleget, a legeredményesebb játékos, a szekszárdi AC asztali teniszezője Madarász Dóra volt, akit egyéniben legyőzött egy görög, illetve egy kínai származású versenyzőt, és eljutott a legjobb 32-ig a főtáblán, a párosban pedig Pergász Andrával szintén két megnyert meccs után már a 8 közé jutásért meccselhetett egy nagyon erős kínai kettős ellen. Ugyan 4-1-re nyertek az ázsiaiak, Madarász Dórát minden játszmában ott voltak a nyomukban. Azért tudtunk ennyire partiban lenni velük, mert a taktikát azt szigorúan betartottuk, és szerintem mertünk kockáztatni, ez nagyon fontos volt, és működött is. És szerintem a nagy hosszú labdamenteket mi tudtuk megcsinálni, mert én nagyon örülök. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A vidék jövője a tét, gazdafórumot tartottak Barcson. Rendezvényterem, közösségi tér, gyermekfoglalkoztatók felújítják az egykori mohácsi selyemgyárat. Innováció, startup cégek, állásajánlatok, InnoPécs kiállítás és konferencia az egyetemen. Amíg a kormány kiáll a vidék és az agrárium mellett, addig az ellenzék kiáll az Európai Bizottság terve mellett, miszerint 20%-kal csökkentenék a közös agrárpolitikai költségvetést. Erről beszélt Kis Miklós Zsolt, agrárvidék fejlesztésért felelős államtitkár Barcson. A gazdafórumon elhangzott, Somogyban eddig több mint 8000 civil és gazda írta alá azt a petíciót, amellyel a támogatások csökkentése ellen tiltakoznak. Nem mindegy, hogy milyen összetételű lesz mondjuk az Európai Bizottság, vagy milyen összetételű lesz az Európai Parlament. A magyar gazdák és a vidék jövője is a tét a májusi európai parlamenti választásokon. Erről beszélt Barcson Kis Miklós Zsolt. Az agrár és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, elfogadhatatlan az a bizottsági javaslat, amely értelmében 20%-kal csökkentenék a közös agrárpolitikai költségvetést. Azok a költségvetési módosítások, amiket jelenleg a bizottsági javaslatban láthatunk, kevesebb pénzt az agráriumra, több pénzt mondjuk a migrációs szélokra, vagy egyéb más hát úgynevezett kihívásokra, ezt mi nem tartjuk célra vezetőnek, és nem mindegy tehát, hogy az Európai Parlamentben például azok az erők fognak felül emelkedni, amelyek a migrációt erősítik és a költségvetést segítik, vagy azok az erők és azok a politikai pártok, amelyek bár fontosnak tartják a kihívások és a problémák kezelését, elsősorban mégiscsak a magyar vidéket és a magyar agráriumot
helyezik előtérbe. 2014 óta több milliárd forintnyi pályázati úton elnyerhető összeggel segítette a kormány az agrárközéposztályt, a gazdaság versenyképességét és a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését is veszélyezteti az Európai Bizottság. Ezt már Százfalvi László, a térség országgyűlési képviselője mondta a Barcsi Gazda Fórumon. Somogyban is petícióval tiltakoznak az agrárium forrásainak csökkentési terve ellen. Azért kerül annyiba a tej, meg a hús, meg a kenyér, mert támogatja az Unió is, és a magyar állam is a mezőgazdaságban dolgozókat. Ez mindegy 74 ezer forint most hektáronként, azon kívül a különböző állattenyésztési ágazatokban is vannak extra támogatások, amik zömmel a magyar költségvetésből jönnek. A petíciót eddig több mint 8000 somogyi gazda és civil írta alá annak érdekében, hogy a hazai agrárium jövője biztosított legyen. 800 millió forintból újítják fel az egykori mohácsi selyemgyár épület együttesét. Az Európai Uniós pályázat részeként egy több száz fő befogadására alkalmas rendezvényterem, közösségi terek, gyermekfoglalkoztatók kialakítását tervezik. A munkálatok elkezdődtek, melyek a tervek szerint legkésőbb 2020. szeptemberére befejeződnek. Itt egy 400 fő befogadására alkalmas rendezvényteret hoznak létre. Az egykori mohácsi selyemgyár épületét ugyanis teljes körűen felújítják. Az első ütem indulását jelentették be szerdán. A projekt részeként kívül belül megújul a létesítmény, de a szabadtéri területet is hasznosítják. Lesz a kisebb gyerekek számára játszóháza, nagyobb gyerekek számára robotika, informatika terem, a szabadtéren a kisgyerekeknek játszótér, szenior játszótér az idősebbeknek, rendezvénytér, szoborcsoport, utcabútorok. Sőt, még színpaddá alakítható emelvényt is építenek majd. Mindezt egy 800 millió forintos Európai Uniós pályázat keretében. A műemléki épületeket megtartják és szakszerűen járnak el a felújítás során. A munkálatokhoz azonban szükség van még további 107 millió forintra, amit jelenleg pályázat útján szerezne be az önkormányzat. Ugyanis a közbeszerzési eljárás után megemelkedtek az építési árak. Úgy az építőanyagárak, mint a munkaerő költség, és hát azt kell mondani, hogy ezek a fejlesztési programok, amelyek pályázatból valósulnak meg, elég hosszas előkészítési időt igényelnek. Az építkezések elkezdődtek, a tervek szerint legkésőbb 2020. szeptemberére pedig el is készülnek az első ütem munkálataival. Az új létesítmény főként a turisták és más vendégek kiszolgálását célozza. Így a rendezvényterem alatt információs iroda és üzletek kapnak helyet, ahol hungarikumok és helyi termékek vásárlására nyílik lehetőség. Innovációs megoldások, ötletek, cégek bemutatkozása, mindez az Inno Pécs 2019 rendezvényen, amit a Pécsi Egyetem műszaki és informatikai karán tartottak szerdán. A résztvevők megismerhették azokat a sikeresei vállalkozásokat, akik működésével közvetlenül nem biztos, hogy találkozik az átlagember, mégis milliárdos forgalmat bonyolítanak. Az eseményen állásbőrzét is tartottak. Inno Pécs 2019, egy nap az innovatív pécsi vállalkozásokért. Ezzel a címmel tartotta kiállítást és szakmai konferenciát az Egyetem Műszaki és Informatikai Karán szerdán. Az esemény főszervezője az Input program. Az Inputban alapvető küldetésünk az ötletgazdák és a startupok segítése, főként IKT területen, de alapvetően bármilyen startup ötletgazdát szívesen támogatunk, ha tudunk. A projektünknek a jellegzetessége, hogy szolgáltatásokkal segítünk, ingyenes szolgáltatásokkal. Az ötletgazdáknak az útjukon a tőke mellett nagyon fontos egy csomó olyan speciális tudás, ami nincs meg nekik. Ebben igyekszünk mi segíteni. Képzésekkel, rendezvényeket tartunk, mentorálásunkban, üzletfejlesztési tanácsadás és a nemzetközi piacra is segítjük a csapatokat. Az országban 10 helyen így Pécsett is nyitottak irodát. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara IT bizottsága nyílt ülést tartott az Inno Pécs rendezvényen. Kevesen tudják, de a hazai ICT szektor folyamatosan nő. Számításaink szerint a pécsi ICT szektor nagyjából évi 20 milliárd forintos árbevétel termel. Ez folyamatosan nő kétszámjegyű százalékokkal már több mint egy évtizede, tehát talán nem hangzik furcsán az a kijelentés, hogy ez a legdinamikusabban növekedő ágazat a régió gazdaságán belül.
A rendezvény programjai között szerepelt sikeres startupok előadásai a 25 pécsi innovatív vállalkozás kiállítása mellett, de állásbőrzét is tartottak, hiszen az egyetemen végző informatikusokat például azonnal tudják alkalmazni a cégek. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Kivégezte a kutyáját, nyakon szúrta a német juhászát egy férfi nagymányokon. Tovább javítanák a közbiztonságot Szekszárdon, ülésezett a városi közgyűlés. Vastag bélrák, életet menthet a szűrés Tolna megyében is. Pályázat kis cégeknek, több millió forint támogatást lehet nyerni digitális fejlesztésekre. Pénteken tovább melegszik a levegő, áprilishoz képest szokatlanul melegre készülhetünk, délután akár 28 fok is lehet. Napközben nem valószínű eső, elszórtan hevesebb záporok, zivatargócok alakulhatnak ki az esti, éjszakai órákban. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, viszontlátásra!